Nyíregyháza és Iserlohn között már 28 éve aktív a kapcsolat, ez még Sebestyén Sándor és a sóstói művésztelephez köthető, hangzott el a sajtótájékoztatón. A partnerséget 2004-ben bővítették ki a lengyelországi Chorzów városával. Együttműködésüket a Német Élőváros Alapítvány jutalmazta, ugyanis számos projektet valósítottak meg közösen. Ilyen volt például az ifjúságpolitikai, a női egyenjogúságról szóló és a fogyatékkal élők inklúzióját tárgyaló konferencia sorozat. Kiemelném a fiatalok, az iskolákkal való kapcsolattartást rendszeresen, jönnek diákok, mennek tőlünk oda, egy-egy szakterületek, művészet, a szociális gondoskodás, vannak közös sikeres pályázataink, projektjeink, és dolgozunk azon, hogy legyenek is. Most is van folyamatban egy, és én most felvetettem azt, hogy Nyíregyházán, ugye 2 hotel épül, Sóston a gyógyászat létrejött, a fürdő.